1889. január 3-án Torinóban Friedrich Nietzsche kilép a Via Carlo Alberto 6-os számú házának kapuján. Talán, hogy sétáljon egyet, talán a postára, a leveleiért. Nem messze, vagy akkor már nagyon is messze tőle, egy konflis kocsis csökönyös lovával bajlódik. Hiába noszogatja. A ló nem mozdul, mire a kocsis, Giuseppe, Carlo, Ettore, elveszíti a türelmét, és ostorával verni kezdi az állatot. Nietzsche a csődülethez ér, s a dűtől már tajtékzó kocsis kegyetlen színjátéka ezzel be is fejeződik. Az óriás termetű, dúsbajuszú úr ugyanis váratlanul a kocsihoz ugrik, és zokogva a ló nyakába borul. Házigazdája viszi haza. Két napig mozdulatlanul és némán fekszik egy heverőn, míg kimondja a kötelező utolsó szavakat. Mutter, ich bin dumm. Aztán szelíd háborodottként anyas nővérei felügyelete alatt még 10 évig él. Hogy a lóval mi lett, nem tudjuk.